Vigyázat, besúranó tolvajok. A hosszú téli napok után örömmel engedjük be a napsugarakat a lakásunkba. És miközben nyugodtan tévézünk bent a szobába, a hivatlan vendégeknek azonnal szemet szúrnak a szabadon hagyott értéktárgyak. Nos, nézzük, mennyire élünk biztonságban kerületünkben. Tehát így fogta, leemelgette a virágokat szépen, és bemászott az ablakon. Nagymám kinyitott az ablakot, szellőztetés véget, és átment a másik szobába, és amíg ő a nappaliban reggelizett, addig a szobámba, innen a körfolyósorról beugrottak, elvitték a laptopomat az íróasztalomból, meg a pénztárszámot a táskámból. Senki nem hallott semmit, senki nem látott semmi, van kamera a liftben, ugye a rendőrségnek odaadtuk a felvételeket, úgyhogy remélhetőleg azon látszik, illetve biztos, hogy látszik, hogy bejön egy szál pólóba és kisétál egy laptoppal. Besúranásos lopás ellen úgy védekezek, hogy csukom az ajtót, van három zár a bejárati ajtón, és a rácsot is zárom. Amikor kimegyek, bejövök, mindig lezárom. Sajnos az volt a baj, hogy nyitva hagytuk éjjel az ajtót, úgyhogy nem zártuk kulcsra, pedig ez elég biztonságos zár, és hát a párom az ébren volt éjjel, mert még számítógépezett, én meg aludtam. Semmit nem vettünk észre, csak az, hogy WC-re ment volna, úgymond a fürdőszobába ment volna párom, és az én táskám a fürdőszoba ajtó előtt volt. Innen odáig úgy bementek, hogy nem hallottak, nem láttak semmit. Igen, igen, ez az olyan szépen csendesen, pedig én, ha ébren vagy, hát nem voltam ébren, ez a baj, és akkor észrevette, hogy a pénztárcám az nincs a táskában. A pénztárcámban benne volt a kártya, kártyákat mindjárt le is mondattam, nem mindjárt, hanem a rendőrség után. Viszont. A következő percekben azt fogjuk tesztelni, hogy mennyi idő alatt jutunk be a különböző társasházak lépcsőházába vagy alaksorába különböző taktikákkal. Jó napot kívánok, Szilágyi Márta vagyok, rendőrségtől, be kell jutnunk a lépcsőházba, legyen szíves beengedni. Köszönöm. Látják, hogyha rendőrnek átszázom magam, szó nélkül beengednek az emberek. Be kell jutnom a lépcsőházba. Köszönöm, köszönöm. Most is bejutottunk. Szorolnyagot hoztunk be. Bemehetünk? Ők kívülről legyenek szívesek berakni a tartóba. Halló, jó napot kívánok, posta? Köszönöm. Jó napot, vízóra leolvasó vagyok, legyen szíves beengedni. Ne haragudjon, de én nem tudom, hogy maga az-e. Nézze, ha a rokonom felszól, felcsenget, vagy az ismerősöm, akit tudom, hogy fog jönni, akkor igenis beengedem. De én mást nem engedek be. Ezekre a földszinti első emeleti lakásokra, illetve a háznak a lépcsőház részére, a körfolyosós részekre néző ablakokra érdemes rácsot szereltetni. Mindenképpen mindig kulcsra ebben a városrészben is, mint több másik ilyen veszélyeztetettebb városrészben szükséges az, hogy az ajtót az kulcsra zárjuk be, ne csak kilincset fordítsuk rá. Mert sajnos ezek az emberek, akik pénzhez akarnak ilyen módon jutni, addig járják a házakat, lakásokat, amíg meg nem találják a kedvező alkalmat. Akkor is be tudnak jönni, hogyha otthon vagyunk a lakásban és fényes nappal van? Persze. Nappali időszakok is ugyanúgy veszélyeztetettek, mint az éjszakaiak. A nyitva maradt nyilászárókat kihasználva az elkövető egy 3 másodperc alatt meg tudja valósítani a bűncselekményt. Ez a nappali időszakra így épp úgy érvényes, mint az éjszakaira. Hát mindenképpen mindent érdemes zárni, vagy ha szellőztetünk, akkor érdemes figyelni a nyitva hagyott nyílászárót, hogy azon senki ne tudjon beugrani, belopózni. Hogyan néznek ki a gyanús alakok? Mire figyeljünk oda? Nincsenek ennek általános szabályai, tehát bárhogy kinézhet. A nyomozásokból a tapasztalatunk az, hogy inkább kisebb termetű, vékonyabb elkövetők, akik esetleg gyorsan föl tudnak mászni egy első emeleti erkélyre,
vagy gyorsan be tudnak ugrani egy ablakon. A ruházatuk lehet esetleg jellemző, hogy valamilyen módon takarják, rejtik az arcukat baseball sapkával, vagy kapusznival. Esetleg ez nyáron lehet feltűnő, hogy ebben a meleg időben miért visel valaki kapusznus, hosszújú pólót mondjuk. A bűncselekmény megítélése, illetve a minősítése az az eltulajdonított értéknek a nagyságától függ. Az alapeseti lopástól egyel emeli, tehát felminősíti az, hogy a ott lakó engedélye hozzájárulása nélkül megy be a lakásba a tolvaj, de itt is a lopásnál általában a generális szabály az, hogy az eltulajdonított érték az, ami meghatározza a büntetés mértékét, illetve a cselekmény minősítését. Itt is a legjellemzőbb a kisebb értékre elkövetett lopás, ami most már 50 ezer forinttól 200 ezer forintig terjed, de nem ritka a nagyobb értékre elkövetett lopás sem, tehát ami 200 ezer forinttól 2 millió forintig terjedő értéket képvisel.